Sziasztok srácok, én Bálna vagyok és üdvözlök titeket egy újabb Jurassic World Alive videóban. Az előző részt kb. Egy hónapja készítettem el, és majdnem minden videóm alatt találok olyan kommenteket még a mai napig, hogy mikor jön a következő rész. Bálna, mikor lesz Jurassic World Alive? Sorry, mikor lesz Jurassic World Alive? Bálna, Jurassic World Alive holnap lesz? Hello, Bálna, mikor lesz Jurassic World Alive csata vagy kis vadászat, amiben bemutatott a várost? Bálna, mikor lesz Jurassic World Alive? Hamarosan. Holnap lesz Jurassic World Alive? Hali, Bálna, mikor lesz Jurassic World Alive videó? Már nagyon várom. Bálna, mikor lesz Jurassic World Alive? Mikor lesz Jurassic World Alive? Mikor lesz már Jurassic World Alive, please? Ha még egyszer megkérdezed, bannolok a komment szekcióból. Bálna, nem írom többé. Tényleg bannolnál engem? Mikor lesz Jurassic World Alive? Jó videó, még like is raktam. Köszi Zoli, ne aggódj, a Jurassic World Alive is megérkezik egyszer. Bálna, csináld Roblox videó! Hát srácok, ez a következő rész. Ami a sorozat jövőjét illeti, elég szkeptikus vagyok, viszont ebben a videóban el fogom nektek mondani, hogy miért is nem szeretném folytatni a híradást erről a játékról. Lehetséges, hogy fogok vele játszani, de hogy minden héten csináljak belőle egy videót, abból, hogy dinókat kapok el, és aztán harcolok velük, amire egyébként nincs időm, mert leginkább a Nintendo Switch-emen játszom, nem találom sok értelmét, szóval, ja, valószínűleg a jövőben nem lesz nagyon Jurassic World Alive videó, sorry, bocsánat, elnézést, tudom, hogy valakit ez nagyon érzékenyen érint, ugyanis tudni kell, hogy van egy Facebook csoportunk is, Jurassic World Alive közösség, ahol a mai napig rengeteg lelkes ember oszt meg tartalmakat erről a játékról, amivel most játszani fogunk mi is egy keveset. Egy csomó minden változott a Jurassic World Alive-ban azóta, hogy én legutoljára egy videót készítettem belőle. Láthatjátok a képernyőn ezt a óriási kört, van egy kicsi kör és van egy óriási kör. Az óriási kör az a drónunknak a röptávolsága, a kicsi kör pedig az, amilyen körben tudunk érintkezni a körülöttünk lévő épületekkel. Tehát, hogyha például rámegyek erre a Resilience, nem tudom, toronyra, ami ugyanúgy egy új mechanika játékban, túl messze vagyok, tehát közel kell mennem. Viszont, hogyha ezt az Allosaurust bököm meg, akkor természetesen a drónom el tud odáig szállni, és el is tudom kapni. Tegyük ezt meg, utána pedig ki fogok bontani 4 darab inkubátort, amit őrizgettem már nem tudom mióta. És őszintén szólva, hogy már, hogyha már itt tartunk, ugye az első lövést azt mindig be lehet találni 100%-ra, megpróbálom a többit is. És az, ami engem nagyon zavar a játékban, az az, hogy Jézusom, mennyire lassított felvétel a csávó. Szóval ami nagyon zavar a játékban, az az, hogy sokkal kevesebb dinoszaurusszal találkozom a otthonom nyugalmából. Folyamatosan azt érzékelem, hogy elfogynak a dinók egy pillanat alatt, és nem jönnek újra. Régebben ez a helyzet nem volt, hogy az 74 pontot sikerült összeszednem, hát eléggé berosdásodtam. Hogy azt mondani szokták, rendben 74 darab Allosaurus DNS, sokra őszintén szóval nem megyek vele, itt van nagyon messze, Sekodontosaurus. Hát jó, rendben, ezt is próbáljuk meg elkapni. Egyébként nem tudom, ki az, aki még játszik vele, írjátok meg kommentben, hogyha még játszotok vele. Van, aki a Pokémon Go-t nem bírja letenni, az volt, amit kiírt a játék. Én azt se igazából értem, de azt, hogy ebben a játékban mi az öröm, hogy ezt elrontottam az első lövést, na, ilyen is ritkán van, és a másodikat is. A harmadikat meg pláne. A negyediket meg el sem tudtam lőni. 17 darab. Idén ez sikerült összeszednem, ez az, nagyon csúcs vagyok, hát ez full jó. Szóval, akkor nézzük meg az inkubátorokat, és közben folyamatosan mondom, amit mondani akarok. Szóval nem érzékelem azt, hogy a játéknak lenne sok utóélete. Attól függetlenül, hogy folyamatosan raknak bele újításokat a készítők, nem azt érzékelem, hogy nekem nagyobb élvezet lenne a játék. Persze több mindent lehet csinálni, ugye a Pokémon Go-ba is folyamatosan rakják bele az újdonságokat, amiket alapból bele kellett volna rakniuk, amikor a játék kijött. Jó, hát Utahraptorból találtunk egy kevés ritka DNS-t, nagyszerű, nézzük a második 3-as inkubátorunkat. 3 órás. Szóval ebben a játékban is valószínűleg folyamatosan jönnek majd az adalék DLC-k, ugye hát nyilván ingyenesen, de ahhoz, hogy tényleg élvezni tud ezt a játékot és előre juss a csatákban, nagyon-nagyon sokat kell játszanod, és most már tényleg láttatok a térképen is, tehát hoppá, nem az a térkép. Itt van egy ekkora körben, ott van egy harmadik, de ez valami gagyiszaurusz, szóval
két darab dinoszauruszt tudtam elkapni, az egyik olyan messze volt, hogy majdnem kikerült az is a peremembe. Régebben meg 3-4 itt szokott folyamatosan tanyázni, elkapok valamit, egyből terem újra, szóval nem tudom, hogy mennyit kell mostanában sétálni, minden esetre nekem nem jönnek be ezek a változások. Lehet, hogy sok funkció van, meg ugye most már tudunk a barátainkkal is csatázni, ami biztosan nagyon király, de őszintén szóval én inkább arra vágyam, hogy otthon is tudjak elkapni dinókat, hogyha már megszoktam, hogy el tudok kapni. Nézzük az első 8 órás inkubátor, 15 dart, Parasaurolophus volt benne, oh yeah, gyerekkoromban nagyon szerettem ezt a dinót, és Utahraptorhoz kapunk még. Aztán nézzük az Epiket, ez már Kentrosaurus, ebből 50 darab DNS kell még, hogy meglegyen a teljes, hogy Stygimoloch, ez is nagyon rég volt. Jó, hát nagyon visszafogottak ezek a csomagok, ezt is azért észrevettem, hogy nem lett több DNS ezekben az inkubátorokban, de talán egy kicsivel több fajta dinóhoz kapjuk, csak kevesebb maga a szám, vagy a számot osztották jobban szét. Fogalmam sincs. Nem lettem nagyobb dinó szakértő, mint voltam. És ezért szóval úgy érzem, hogy az egész láz is egy kicsit megszűnt így a térben. Echo-val szintet tudtam lépni, nagyszerű, nem használtam soha. Természetesen a Velociraptort használom. Még egy Kentrosaurus, és gondolom még egy Stygimoloch, így van. Oké. Hát szóval, nézzétek, itt vannak ezek a special offerek. Természetesen mindig el tudod költeni az összes pénzed úgy, ahogy kell. Hát nem tudom, 624 dollárból mi a francot tudok költeni. 570-be kerül egy rare inkubátor, és van special offerünk is, úgyhogy költsük el erre. Elköltem az utolsó vasaimat rátok, srácok, ugyanis én nem valószínű, hogy fogok a játékkal játszani mostanában. 4-es Ophiakodon! Nagyszerű, 936 DNS, aztán 1302 shittes Dimetrodonhoz. Hát ez baromi jó, 76 Gorgi, és 379 a Tyrannosaurus Rex Gen 2-höz, ami ugye nekem nem kellett, mert az Epic-hez kellett volna, de biztos én nem voltam elég ügyes, tehát így repül el a pénzed, így. Ez a 5, mennyi volt? 570 darab dollár, ezt azért nem könnyű beszerezni, mindenki tudja, de hát ettől mi megváltunk, és nézzük meg pár csatát, miközben folyamatosan mondom tovább a hülyeségeimet. Remélhetőleg nincsen ellenetekre, hogy egy kicsit negatív dolgokat is mondok a játékról. Tudom, hogy nagyon sokan szeretitek a játékot, viszont vannak szerintem olyan emberek, akik már azóta nem játszanak vele. És ezeket az embereket is meg tudom érteni, mert én is közöttük vagyok, vagy közülük való vagyok, vagy hozzájuk tartozom. Nyissuk egy Osztegóval és Velociraptor az ellenfelünk, nézzük, hogy mennyire lesz arányos a küzdelem. Tudom, hogy változtattak valamit a Velociraptoron. Valamit változtattak a Velociraptoron? Nem tudom. Talán nem. Talán a többi dinoszauruszon változtattak? Mindegy, 4.91-et nem fogok tudni le fogok tudni venni. És be is lassult tőle, azt hiszem, vagy nem? Már belassult, szóval most már alba gyorsabb vagyok. Mit is csinál a sima a Superiority Strike-om? Ez cleanse-el magam. Igen. Szóval a Velociraptort kiütöttük, ez még mindig működik, tehát a Stegosaurus első dinoszaurusznak tökéletes. Mondtam azt, hogy Pokémon ebben a videóban? Remélem, hogy eddig még nem. Most hirtelen majdnem azt mondtam, hogy... Jó, akkor ennek a... Mi is ez? Tenicolagriusnak adtunk egy pofont. Mi vagyunk a gyorsabbak, szóval még egyet tudunk adni neki. Legutóbb, amikor játszottam, akkor azt vettem észre, hogy nagyon nehezen tudtam összeszedni az inkubátorokat, mert folyamatosan lezúztak az ellenfeleim. Hát úgy látszik, hogy most megint van egy kis szerencsém. Nézzük Baryonyxet meg, úgy láttam, hogy gyorsabb az ellenfélnél. Baryonyxel nagyon muszáj előre buffolni, különben nem tud olyan hatalmasat harapni. Hogyha sikerül buffolnunk és utána megcsapnunk az ellenfelet a harmadik képességünkkel, akkor iszonyat nagyot tudunk rá harapni. És akkor nézzük meg, hát én megpróbálom ezt, ready to crash, ugye ez csak szimplán a critical strike-omat növeli, és az attack-omat is. Nézzük, a defense shattering impact az majdnem megölt, de most tolunk rá egy rampage-et, és ezzel elvileg el kéne tudnunk tüntetni. 2958, szóval rendben, tehát most igazából minden tök jól működött. Curly Jacket odavágtuk, de én még mindig ugyanabban az arénában vagyok. Azt hiszem az ötödikben. És hát egy hármas inkubátort, egy standard inkubátort tudtunk összeszedni. Nézd meg egy újabb csatát! Miért is nem akarok én többet játszani a játékkal? Nem kifejezetten azért van, mert nagyon rossz lenne a játék. Természetesen nem lett jobb szerintem a játék az elejétől.
Mert akkor jó egy játék, hogyha az a rész, amit élvezel belőle, az jobb, nem? Tehát nem minden része, ami különböző dolgokra van hatása, hanem az a része, ami neked fontos, amit te élvezel, ha az lesz jobb. Lehet, hogy Stegosaurus az ellenfél, úgyhogy T-Rex-et bekészítem. Viszont a Nintendo Switch-re annyi ingyenes demo is kijön, meg egy csomó ingyenes játék is van, illetve nekem van egy csomó játékom. Oh my god, 13-as T-Rex, ezt beszívjuk, nagyon csúnya. Hogy együttésből kívül. Jól van, oké. Okay. Na, hogy igazából eszembe se jut a telefonomért nyúlni. Mindig nálam van a Switch-em, ott van nálam a metrón, amikor utazom. Bárhova megyek igazából, ezt szerintem bekapjuk. Nem, maradt 71 HP-nk. Zsír, jól van. Akkor egy sztrájkot eleresztünk, és akkor utána halunk meg. Ezért mobiltelefonon, egyébként ugye csinálom nektek, folyamatosan kutatom a top 10 legjobb telefonos játékot, hú, de elment a nap. Viszont nagyon nehezemre esik találni 10 olyan játékot, amivel egy óránál szívesebben játszom tovább. Egyszerűen nem találok. Vagy csak borzasztóan ezen, ez nagyon combos ez az ellenfél, ezt már most mondom nektek, hogy ez valami nagyon, nagyon kígyó. Oké, átváltunk Baryonyxre, nem tudok jobbat. Az legalább tud armor piercingelni, meg ugye össze is tudja zúzni az ellenfélnek a protectionjét. Mit tud ez még? Ja, sima vulnerability strike, úgyhogy ready to crash. Igen, és pont jókor hoztuk be. Pont jókor hoztuk be, mert ugye most azt a move-ot nyomta, amikor mindent kivéd, és most már nem tudja használni, szóval ezt figyelitek, Defense Shattering, Rampage, Beam. Hú, de leharaptuk az arcát. Van valami esélyem? Nem hiszem. Sok nincs. Miről is kezdtem már beszélni? A jó ég tudja. Néha elveszítem fogat, Stegoceratops. Na például, ezt az egy dinót akartam már nagyon-nagyon rég megszerezni, és valamiért úgy hozta a sors, hogy nekem soha nem sikerült megszerezni. Egyszerűen nem tudtam elég Triceratopsot szerezni ahhoz, hogy ez működjön. Most kapom a stunokat, ugye? Zsír. Átváltunk Stigimolokra, lehet, hogy valami értelme lesz, de sok nem. Nyilván le fog minket zúzni. De nem stunolt be, fiúk, lányok. Ezzel viszont nem fogjuk tudni leütni, szóval így is, úgy is végünk van. És besztánoltuk! Nagyon-nagyon kígyó. Nagyon para. Nem tud priority move-ot csinálni, szóval lezúzhatom. Hát ezt figyeljétek. Ilyet még nem láttatok. Most a T-Rex-e van még nulla élettel, és van még egy dinója. Stegosaurus, persze. Milyen államcsapattal csörget ez a tag? Hát nem hiszem el. Na nézzük meg ezt. Instacharge. És nem kapta meg a stunt az Instacharge-tól. Láttatok már ilyet? Ennek 75%, jó, hát az nem azt jelenti, hogy biztosan megvan, de nagy valószínűsége. Na hát akkor pusztuljunk meg. Na igen, szóval a top 10 videóját mobiljátékoknál tartottunk. Mindig az van, hogy játszom valamivel, és azt gondolom, hogy jó, oké, nem rossz, és egy fél órán belül megjelennek a pay to win funkciók. Magyarán, hogyha nem költök pénzt a játékra, akkor nem élvezem. Nem akarok vele játszani, mert minek játszak vele, ott a Switch-em, ott a 3DS-em. Komolyan, azokkal a játékokkal nem kell extra pénzt költenem, hogy jól érezzem magam, hogy jól érezzem ténylegesen magam abban az egy órában, amit a játékra szentelek, vagy 3-4 órában, vagy fél órában, amikor megyek haza metron vagy buszon, hanem elég csak bekapcsolom a játékot, és jól érzem magam, és megy magától minden, és nem kell várnom arra, hogy valami betöltsön, és nem akarom a pénzemmel megkönnyíteni magamnak a játékot. Nagyon szeretem a kihívást, és ezért különösen rosszul érint az ilyesmi. De igyekszem azt a listát is összerakni. Van már egyébként pár játék, ahol sikerült olyat találnom, hogy minden mobiljátékban van valami mikrotranszakció. A legtöbben van. Van értelme most bármit csinálnom? Hát nem sok. Nem fektetett ki. Jó, király, jó. Akkor valamit fogunk vele kezdeni. Nullát vettem le. Van ilyen? Ez hihetetlen. Lenullázta az atakomat. Wow. Oké. Okay. Tehát kétszer benyomta ezt a distracting valamit, és azt kereken lenullázta. Nem kétszer levette 50%-kal, tehát nem az 50%-ot vette le még 50%-kal, hanem konkrétan levette nullára. Jó. Hát ez van. Ilyen a játék, ezek a szabályok vannak most.
Szóval nagyon kevés olyan játékot találok, ahol ténylegesen jól tudom magam érezni egy óránál tovább, és bármikor bekapcsolom. Nagyon fontos számomra az is, hogy egy játék folyamatos legyen, és ne akasszom meg. Például belépek a játékba, tök jó minden, meghalok háromszor, és minden harmadik halál után, ez mi az anyám? Piroraptor, Jézusom, de félelmetesen néz ki. Minden harmadik halál után, ez fáj. Kapok egy olyan képernyőt, ahol végig kell néznem egy 30 másodperces reklámot, amit nem x-elhetek ki. Hiába jó a játék, hogyha nekem minden harmadik próbálkozás után végig kell néznem egy teljes idős reklámot. Ezt nem mondod komolyan, 23 életem alatt. Hát ez gyalázat. És neki már csak egy dinót kell összeszedni. Na és most cserél be. Aha, és 15-ös, persze. Jó. Jó, mi értelme ennek? Egyébként, hogy lehetnek ilyen arénában ilyen magas szintűek? Ezt sose értettem. Miért nem mennek ezek feljebb? Öregem. Na mindegy, nem is akarok erre szót fecsérelni. Igen, jó, hát ez sokkal erősebb volt nálam, nyilván semmi esélyem nem volt. Nem tudom, hogy vette a dinóit, vagy nem. Nézzük meg még egy csatát. Viszont amikor a reklámokat nagyjából többet látom, mint magát a játékot, tehát hogy a reklámokat többet kell néznem, mint ha játékkal játszom, akkor erősen megkérdőjeleződik bennem, hogy van-e értelme így játszani játékot. És hogyha például nem minden játék ajánl fel olyan lehetőséget, hogy a reklámokat megszüntest, hogyha mondjuk megveszed a játékot $1 vagy $5, attól függ nyilván, hanem van, hogy csak a reklámokkal játszhatod. Mert az a játék az azért van kitalálva, nem azért, hogy valami értéket közvetítsen, vagy valami jó élményt szolgáltasson az embereknek, akik, hogyha akarnak, valamit visszaadnak pénzben is. Nem. Az csak azért van, hogy pénzt nyomtassanak vele. És ez az, ami nagyon zavar, mert nyilván ilyen irányban megy az egész játékpiac. Nézzétek meg, az összes nagy cég is mobiljátékokba akarja fektetni az összes félretett pénzét. És ezek a mobiljátékok általában arra mennek rá. Remek példa, hogy a pénzedet lecsapolják. Anélkül nem tudod élvezni, nem tudsz jól szórakozni. Ami hát nem tudom kinek király. Nekem annyira nem. Én nekem nem annyira üdvös ez a dolog. Ha lehet így fogalmazni. Ki ez a dino? Blue. Ó, őt se láttam még így csatában. Azt hiszem én is elkaptam még annól, amikor volt az a Velociraptor hétvége. De lehet, hogy csak azért nem vagyok jobb, mert ugye nem játszom minden nap. Eszembe se jutni, ha játszani. Sőt, legtöbbször. Mert hogyha például Jurassic World live-ozol, és valami más csinálsz a telefonodon, akkor Jurassic World live az úgy leáll éppen, és újra be kell tölteni. Azt a tanulni tudtam, és eltűnt a pajzsa. De jó, a gyorsabb, ez mit jelent? Semmit. Miért kell megvárnom, hogy lejárjon az idő? Na mindegy. Oké, az első dinója az eltűnt. Jaj. Ki kéne kapcsolnom az MSN-emet? Gyerekek, nem akar visszajönni ez a tag az életbe. Ez is annyira nosztalgikus számomra, hogy ugye minden a harmadik meccs az olyan volt, hogy végig kell várni az időt, mert az illető az kilépett. Azóta például ezzel a dologgal nem kezdtek semmit. Pedig ez egy zavaró dolog volt, mert csatázni szerintem mindenki szeret, mindenki szokott, és kell is az, hogy a játékban pénzt szerez például, vagy inkubátorokat szerez. De ez így nem valami király, szóval ennek nem tudok örülni, hogy ezen nem változtattak. Ugyanis ilyenkor minden csata nagyjából ötször annyi időbe telik, mint egyébként telne, és nagyon nem túl élvezetes. De ti mit gondoltok egyébként a Jurassic World Live-ben? Játszotok még vele? Szeretitek a játékot? Érdekelnek titeket még a dínos dolgok? Belőlem valahogy teljesen eltűnt. De lehet, hogy majd vissza fog jönni egy időre, de lehet, hogy ahhoz a következő Jurassic Park, nem, most már World, következő Jurassic World film kell. Nem tudom, mit akarnak ezzel a franchise-zal kezdeni, de az világosan látszik, hogy aki ebből pénzt pumpál lefelé, az nagyon jól jár, mert valószínűleg rengetegen játszanak vele, és nagyon sok pénzt lehet vele akasztani. Hát, nézzük meg még, mi lesz ezzel a csatával. Őszintén szólva, egészen hidegen hagy, hogy mi lesz ezzel a csatával. Halljak meg, teljesen mindegy.
elképesztő tényleg, hogy erre kell várni, mert nem hinnéd el, hogy aki például nem játszik a játékkal rendszeresen, hogy hányszor van ilyen, milyen gyakran van ilyen, hogy végig kell nézned úgy, hogy az ellenfeled már kilépett. Pedig lehetne az, hogy döntetlen, és senki nem kap pontot, vagy kapsz valami minimális pontot, és nyertél, mint minden más normális játékban, mint például Hearthstone. De szerintem az összes ilyen online kártyajáték, ez is olyan, mint egy online kártyajáték, nem? Van valami, nyomogatsz, ilyen pillanatokat vége egy meccsnek, teljesen olyan. És itt viszont nem sikerült ezt megoldani. Tehát valószínűleg a PvP-ben is inkább a meccseknek a támadás mechanikai részét próbálták meg pumpálni, illetve az, hogy minél több új dinót beletegyenek a játékba. Ez egy kicsit fájni fog, ha ez megcsap, de hát csapjon. Úgy sincs ott senki a másik végén, szóval nem irányítja őt senki. Ez valamilyen Gorgosaurus és Nundasuckus hibrid, azt hiszem valószínűleg az. Defense Shattering Strike, ennyit érsz, és akkor most stunoljuk, és utána pedig Impact and Run, vagy nem tudom mi már az, valami ilyesmi volt a neve. Hát igen. Szóval így a nyári szünet volt szerintem az, ami erről a játékról szólt, és nagyon sok ember kiment az utcára a Pokémon Go mellett ezzel a játékkal játszani, és talán így a nyár végére el is tűntek a népek, vagy hát egy kicsit leszoktunk róla, én legalábbis maximálisan. Szóval akinek emiatt csalódást okoztam, és tudom, hogy vannak páran, azoktól elnézést kérek ezúton is. Nem tudom, nem ígérem, hogy lesz a jövőben Jurassic World Alive, vagy bármilyen dinós téma, de hogyha úgy hozza a kedvem, és vagy valami olyan dolog történik ezzel az alkalmazással, amiért tényleg megéri újra foglalkozni vele, akkor mindenképpen elő fogom venni a játékot. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozunk legközelebb, kaptam egy 8 órás inkubátort. Vigyázzatok magatokra, és ne felejtjétek a legfontosabb dolgot, vigyétek a ceteket. Pacsi! We'll be right back.